Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A tánc a legmagasztosabb, legmegendítóbb és a legszebb a művészetek között, mert nem puszta lefordítása és absztraktálása az életnek, hanem az élet maga. Hát az idézetből talán kiderül, hogy egy táncos a vendégem, egy táncművész. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szervusz, én is köszöntöm a nézőket. Mégpedig azért Tombor Tíme a vendégünk többek között, mert az idei esztendőben ő kaphatta meg Székesfehérvár legrangosabb, egyik legrangosabb kulturális elismerését, a Prokultúra Alba Régia díjat. Ezúton is gratulálok mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen. Hát most pedig idézzük fel mindazt, ami történt veled attól a pillanattól kezdve, amikor először táncra perdültél. Én azt javasolnám, hogy induljunk el Abonyi Kati nénitől, hogy eljussunk addig a fennkölt pillanatig, amikor a Magyar Kultúra napján, himnusz nemzeti imánk születésnapján átvetted ezt az elismerést. Úgyhogy nem más a dolgunk most. Tehát azt a pillanatot idézzük fel akkor. Hát 5-6 évesen kezdtem, igen, a Bonyi Katinéninél, a néptánc együttesnél. Ott voltam nagyon-nagyon sokáig Botos József keze alatt, aztán Török Sándor, Gazdag Béla, Hankakas Öcsi, Gálber Attila. Hát 25 évig körülbelül ott is dolgoztam. Mellette táncoltam társastáncot Bunger Jánosnénál, versenyszerűen társastáncban latin standard mindenféle táncokat. Aztán elkezdtem a divattáncok felé érdeklődni, volt argentin tangó, swing, akkor a színházban, Vörösmarty Színházban dolgoztam 13 évig. Aztán elkezdtem tanítani, mert elvégeztem a Magyar Táncművészeti, akkor még főiskola, ma már egyetem, MA szakát, és elkezdtem tanítani az Alba Régia néptánc együttesnek egy keretén belül tulajdonképpen az Alba Jazz táncműhelynél, és mellette a Fitkid szakosztálynál Székesfehérváron, több óvodában, illetve vidéki iskolákban tanítottam, illetve hát a Gorzium gimnázium és művészeti szakgimnáziumban kezdtem el hivatásszerűen a tánctanítást, ahol ma már tagozatvezető vagyok, egy pár éve, illetve tavaly a saját táncstúdiómat nyitottam tulajdonképpen meg. Mellette elvégeztem egy sminkes, maszkos csillámtetoválás arcfestést, tehát ilyen szépségtanácsadói OK és képzést is, és most jelen pillanat ez van velem. Téma, ezt nagyon gyorsan elmondtad, tehát tulajdonképpen ez lenne a műsor. No de. Azért ezt kell tudnunk, hogy pontosan mi történt, hiszen ha egy korabeli képeket látunk így, egy vizuális feladat a nézőknek, és látunk egy gyönyörű ifjú hölgyet, aki töpörtyüként táncol, néptáncol. És ugye te említetted Botos Jóskát, Gálber Attilát, Gazdag Bélát is, Török Sanyit, tehát legendás táncmestereid voltak. Mi volt a csoda a néptáncban neked? Igazából a közösség. Nekem az volt a legfontosabb. Illetve hát ugye maga a tánc, az, hogy táncolhattam. Nekem mindig is az volt az életem, hogy önmagamat bármilyen úton, módon kitáncolni. Akár a jó érzéseket, akár a feszültséget, bármit. Számtalan sikerben volt részed, hiszen az Alba Régia Tánc Együttes fantasztikus sikereket ért el abban az időszakban is. Így van. Így van, hát nagyon sok külföldi útra eljutottunk, minősültünk nagyon sokszor, az együttes koreográfiai versenyeken vettünk részt, úgyhogy igen, nagyon szép élmény volt. Váltottál, ugye a váltás az első a Vörösmarty Színház. A Vörösmarty Színház tánctagozata az egy nagy kihívás mindenképpen. Mi volt az elsődleges célod azzal, hogy a néptáncból egy kicsit más a modern táncok felé orientálódtál? Hát egy felkérés útján kerültem tulajdonképpen a színházba, az Oliver című darabhoz kerestek táncosokat, és az akkori koreográfus néptáncos volt, és jött az Alba Régia Néptánc Együtteshez, hogy hát táncosokat keres. És így kerültünk nagyon sokan a színházba, és egészen 13 évig dolgozhattunk ott, ami nagyon meghatározó volt az életemben. És ott ugye más műfaj. Tehát a színház az egy teljesen más műfaj, nem néptánc, mindenféle divattáncokkal ismerkedtünk meg, és
ez így megfogott, és ezen gondolkoztam, hogy mit lehetne, hogy lehetne tovább tanulni ez ügyben, és akkor így kerültem el a táncművészeti főiskolára, ahol viszont egy teljesen más táncstílust, modern táncot kezdtem el De tanulni. De hogy választottál stílust magadnak? Hiszen a néptánc az az alap, azt tudjuk. A Vörösmarty Színházban ott a táncművészet jószerivel, tehát ami kapcsolódik adott esetben egy-egy modern darabhoz, vagy kevésbé modern darabhoz, abban is megmérettettél. Tehát az jó tanuló pénz volt a színház? Igen, igen, nagyon. Igazából maga a színházi élmény, ugye? Illetve hát az, hogy nagyon sok műfajjal ismerkedtünk meg a színházban. Igazából a kedvencem a társas tánc volt nagyon-nagyon sokáig. Ott is ugye többféle, vannak lassabb, gyorsabb számok, mindenféle stílusban latin, standard táncok, és ez a sokfajtaság vonzott mindig is, és ez vonzott a színházban is, hogy ahány koreográfus, annyiféle tánc, annyiféle táncműfaj, és a modern tánc igazából úgy jött az életembe, hogy nem ezt akartam, divattáncot szerettem volna, de mivel divattáncokkal tulajdonképpen akkor már foglalkoztam, úgy gondoltam, hogy akkor miért ne próbáljak meg egy újabb műfajt, és így jött a modern tánc, és sikeresen felvételit nyertem. Igen, hát jószerűen valamennyi táncnyelv a tiéd volt addigra, már kivéve, amit akkor választottál. Igen. Mi fogadott a főiskolán? Mi mindent lehetett megtanulni? Hiszen az ilyen értelemben, ha nem is gyakorlatban, de elvekben és elméletben egy más szint. Hát teljesen más szint. Nagyon kemény volt, főleg ugye a klasszikus balett, mert bár volt gyerekkoromban részem Sári néninél, de nem profi szinten. Tehát, hogy a klasszikus balett az nagyon nehéz volt, ami ma is nagyon nehéz számomra. Viszont a modern táncban a kifejező erő, a rengeteg mozdulatnak a kifejező ereje az, amit ott megtanultam nagyon sok technikán keresztül, jazz, Graham, limon, kontakt, jóga, egyéb tantárgyakon keresztül. Tehát nehéz volt negyed század után egy teljesen más stílust megtanulni, és úgy képviselni, hogy azt elvárják? Hiszen igen. Van, aki ezzel kezdi. Igen, nagyon-nagyon nehéz volt, és úgy gondolom, hogy még mindig van hova fejlődni. Bár már megcsinálni az ember nehezen tudja, de tanulni, hogy hogyan tudja továbbadni, azt viszont minden mennyiségben lehet tanulni. Viszont nagyon nagy kitartást igényel a tánc. Mi azt gondoljuk, hogy az a légies mozgás, az csak úgy jön, de hát azt ma már látjuk, hogy a balettosok is mennyit tanulnak, és a balett, illetve a tánc, az kézenfogva jár. Tehát ez nagyon-nagyon komoly munka. Igen, hát a táncosok előtt le a kalappal. Akár testileg, akár lelkileg is ugye nagyon-nagyon nagy megerőltetés. És hát nem is mindenki marad ezen a pályán, vagy más stílust keres, ha éppen mondjuk nem a balettot, vagy egyéb modern tánc technikákat tanulta, és nagyon nagy alázat kell hozzá, kitartás, szorgalom, mert ugye nagyon sokat, tehát a tanórákon kívül is kell, hogy fejlessze magát az ember, hiszen akkor lesz igazán elmélyítve az anyag. Ugye említettél most három dolgot, egy valami kimaradt, pedig szerintem az is fontos, a tehetség miként járul hozzá, hiszen önmagában az indítatás, a szorgalom, az elhivatottság, az néha-néha kevés, és a fegyelem persze. Ehhez azért kell tehetség is, mondom én. Igen, természetesen kell a tehetség, fontos, de ez így az egész összeadódik. Egy kevésbé tehetséges is lehet jó táncos, vagy esetleg később jó tanár. Nem feltétlenül teljesen profi szintre kell ezt vinni, hanem szerintem a lelke az fontos, hogy mennyire szereti csinálni, hogy mennyire fogja meg ez a fajta művészet, mennyire akarja ezt csinálni, nem csak testben, hanem lélekben, agyban, mindenhogy. A tanító a legszebb szavunk egyike, mondom én, a tanítás pedig szent dolog. És lett légyen valaki táncpedagógus, az nem különben így van, mert én azt mondom, hogy a pedagógus az példa és példakép. Tehát én azt hiszem, hogy amikor elkezdtél tanítani, az volt az áttörés, az volt az igazi. Így volt valahogy? Igen, nagyon nehéz volt eleinte. Mindig
egyszer beszélgettem a volt tanárommal, hogy nem látom a gyerekeken a fejlődést, nem látom azt, amit ti láttok a gyerekekben. Azt mondta, hidd el, fog az jönni, egyszerre csak egy valaminek örülj, egy szép lábfejnek, annak, hogy a gyerek szeret bejárni hozzád órára, vagy egy valami mozdulatot szépen megcsinált, vagy egy sorozatot megtanult, és majd szépen jönni fog. Igen, tovább. Annál is inkább, mert én azt gondolom, hogy a táncba könnyű beleszerelmesedni, ugye? Tehát fiatalon. És ez meg is történik többnyire, viszont az a megtartó erő, ha egy olyan pedagógusunk van, mint például te, aki meg is tartja a későbbiekben is. Mert azért vannak közben nehézségek is. Ez hogy sikerül neked? Valamikor igen, valamikor nem. Igen, kell egy jó tanár, az biztos, mert főleg a mai fiataloknak, mert ebben az interaktív világban már nagyon gyorsan váltanak a gyerekek. És azért elmondhatom, hogy tényleg van olyan növendék, aki 7-8 éve most már hozzám jár, és nem csak a tánc miatt, hiszen van ezer más táncstílus, amit meg lehet ismerni, akár itt Fehérváron, és jobbnál jobbak. És kell hozzá a pedagógus, a tanár az, hogy megszerettesse a gyerekekkel magát a táncot, maga a csoportközösség, hogy olyan legyen, illetve, hogy úgy tanítsa meg a gyereket, hogy könnyednek tűnjön, lazának tűnjön az óra, de mégis fejlődjön, és mégis tanuljon minden egyes órán, akár csak egy lépést is. Mennyire kell, vagy mennyire lehet szigorúnak lenni egy táncpedagógusnak? Kell is, meg nem is. Kell azért, mert ha nem jó a technika, akkor muszáj, hogy javítson a tánctanár, hiszen sérülés veszély van. Viszont ha lazábbak egy kicsit az órábbak, akkor viszont könnyedebben veszi, és jobban átugorja ezt az akadályt, hogyha azt hallja folyamatosan az órán, hogy ezt nem csináltad jól, ezt itt javítsd ki, azt ott javítsd ki. Tehát kell a dicséret is, kell a szigor is, és a kettő közötti utat kell valahogy megtalálni. Igen, hát a szépség és a szörnyeteg, mikor találkozik egymással. Te mindig építkeztél, hiszen tehát gyermekkorod óta. A tanítványait hogy vannak ezzel? Tehát van-e olyan elképzelésük, hogy a későbbiekben is a saját okulásukra megfogadják azokat a tanácsokat, amelyeket te megosztasz velük egyik oldalról, a másik oldalról pedig, hogy figyelnek arra, hogyha ezt kívánják jövőjükül, akkor még inkább oda tegyék magukat. Mi a tapasztalatod? Vegyes. Általában a tánc szeretetért jönnek a gyerekek, hogy mozogjanak, meg hát persze, hogy a szülők is, hogy ne csak a számítógép tévé előtt üljenek, hanem hogy mozogjanak a gyerekek. De igen, van egy-két olyan tanítványom, aki már akár eljutott odáig, hogy tanít, illetve most is vannak olyan tanítványaim, akik már jelezték, hogy ezen az úton szeretnének tovább menni, és mondtam, hogy kössék fel a gatyát. Ugye nem könnyű most a fiatalokkal, hogy megfogjuk őket, hogy azokon a nehézségeken átsegítsük, ami a sok gyakorlás, mindig ugyanazt csinálom, mindig ugyanazt kell csinálni, gyakorolni, akár órákat, akár heteket, egy-egy mozdulatot. Tehát, hogy kössék fel a gatyát azzal, hogy megfogják a tanítványaikat valamivel, ami segíti az ő fejlődésüket, azt, hogy áthidalják ezt a nehézséget tulajdonképpen. Tehát nem lehet mindig szárnyalni. Nem. Ezt meg nem. Kell értetni velük. Igen. Nyilván. Igen. Mi ad egyébként a sikeren túl pozitív megerősítést a pedagógusnak, a tánctanárnak, a táncművésznek? Számomra mindig más. Van, amikor csak az, hogy sokan vannak az órán, van, amikor az, hogy úgy jönnek oda az óra végén, hogy vagy írnak egy üzenetet, hogy tanárnő, ez jó volt ez az óra, vagy csak megölelnek. Van olyan csoportom, aki szalad és óra végén megölel, ha jó volt az óra. Vagy egyáltalán, ha látjuk a táncosokon, hogy élvezik, mosolyognak. Az egyik tábor végén az anyuka, aki ott volt, azt mondja, gyerekét nem látta ennyit mosolyogni. És nekem már ez is egy pozitív megerősítés. Mennyire kell másként tanítani a kicsiket, az egészen kicsiket, akik még az út elején járnak, és azokat, akik később szeretnének profivá válni, illetve már számtalan sikerben volt részük? Hát a gyerekekkel játékosan, könnyedebben, más szavakkal kell tulajdonképpen megtanítani, mint már a nagyobbakat, ahol már
ahol már igen sokat kell javítani őket, amikor már sokkal jobban meg kell értetni velük, hogy miért fontos ez a számukra, ha ezen az úton szeretnének tovább menni, vagy versenyezni szeretnének, hogy mivel lehetnek többek, mivel érhetik el azt a pluszt, amit ha megmutatják magukat a színpadon, akkor többek lehetnek általa. Ugye a gyerekeknél még nem vagyunk annyit színpadon, ott nem akkor az, úgymond az elvárás. Persze van elvárás, ugye, mert a szülők felé, akár a gyerekek felé, meg a saját magam elvárása, hogy mi az, amit meg akarok abban az évben, vagy abban a hónapban tanítani nekik. Úgyhogy szépen építkezünk fölfelé a gyerekekkel, még játékosabban, és egyre jobban, hogy mondjam, szaknyelvekkel, megerősítésekkel segítjük a gyerekeket. Tehát beszéltünk az alapokról, egy kicsit most menjünk tovább, beszéljünk rólad, a koreográfiákról. Miként épül fel egy koreográfia? Kívülállóként én azt nyilván tudom, hogy a kicsiknek és a nagyocskáknak és a különböző versenyektől függetlenül más-más zene és más koreográfia épül fel. De hogy működik ez a gyakorlatban? Van, amikor megfog egy zene, van, amikor van egy adott feladat, amikor azt mondják, hogy erre kell dolgozni. Például volt egy opera, soha nem dolgoztam még opera zenére. És most az idén, vagyis hát 2019-ben volt egy ilyen lehetőségem. És akkor ugye el kellett gondolkodni, hogy hát mit lehet erre csinálni. Hát én soha nem dolgoztam operára. Modernet, klasszikusat, balettra épülött, és akkor ezt ötvözve, sokat hallgatva a zenét próbáltam megalkotni például azt a darabot. A gyerekeknek egyszerűbb mozdulatokkal, a saját nyelvükön kell megfogalmazni azt, amit én szeretnék megmutatni. A nagyobbaknál ott meg már ugye a mondani valója, milyen a koreográfia mondani valója, vagy az, hogy milyen a téma, vagy a zene. Ez valamikor a gyerekek határozzák meg, tehát van ilyen szabadság, hogy azt mondom nekik, hogy adjatok ötleteket, hozzatok zenét. És akkor amit ad nekem a zene, abból felépülve, de van olyan, hogy elkezdek csak egy sorozatot, és az végül egy koreográfiává növi ki magát tulajdonképpen. Az fontos, hogy egy köznapi ember miként szemlél meg egy koreográfiát, tehát önmagában a visszajelzés? Hiszen tudjuk, hogy vannak versenyek, ez egy sikersztori, az az a fele. A másik fele pedig, mikor mi köznapi emberek beülünk a színházba, vagy akárhol, vagy szülők vagyunk, és azt mondjuk, hogy nézzük, hogy ez igen. Igen, fontos a visszajelzés. Mi a különbség a koreográfus számára? Fontos visszajelzés a néző is. Amit mi csinálunk, tehát ez a modern tánc, ez nem annyira a közönségnek szól, inkább a szakmai közönségnek szól. Ugye líraibb, nem feltétlenül egy bálba, vagy egy olyan előadásnak szólnak ezek a számok, hanem inkább a szakma elé, a szakmai zsúri elé, de készítünk olyan koreográfiát is, amit a szülőknek szólnak, ami lazábbak, ami vidámabbak, amiben más stílusokat is belőtvezünk esetleg, nem csak ezt a modern tánc technikát, mert unalmas is lenne a gyerekeknek, és meg hát nekünk is, hogyha mindig ugyanazt kell csinálni, és akkor fontos, én például beszoktam hívni más kolléganőt, vagy ugye a szülők bejönnek egy fél évi bemutatóra, és akkor megnézik, és akkor ugye ott látom az arcukat, vagy esetleg oda jönnek, hogy ez tetszett, vagy olyan is volt, hogy oda jött, hogy ez nekem nem tetszett, elmondja, hogy miért. Vagy például az tavalyi évvégi gála műsorunkon ugye a szülői visszajelzés, hogy sok volt a lírai szám. Igen, nekünk ez a műfajunk, azért próbáljuk földobni egy kicsit más hangulattal is. És hadd legyen már a táncpedagógus önző kellően a koreográfiáiban. Igen. Nagyon fontos, amit én megfigyeltem már, hogy rendkívüli önbizalommal rendelkeznek a táncosok. Legyenek azok lányok, még ha nem szépek, akkor is szépek, a fiúk nem különben. Tehát mozgáskultúrát tanulnak, gondolkodnak, ott vannak fejben, azt hiszem, hogy ez sokat segít a későbbiekben is. Erre számtalan példa van. Igen, fontos, hogy milyen kisugárzása van az embernek, hiszen a színpadon el kell, hogy adja magát, idézőjelbe téve. Tehát, hogy
meg kell, hogy mutassa önmagát a színpadon. Tehát ilyenkor mindent félre kell rakni. Ha bút bánatot, hogy milyen napom van, jó napom van, rossz napom van, szárnyalok, vagy éppen a szakmai mélypontomon vagyok, mert ugye ilyen is van. De a néző ugye erre nem kíváncsi. A néző szórakozni megy be a színházba, vagy az előadásra, vagy egy versenyre. Arra kíváncsi, hogy azzal a koreográfiával a koreográfus mit akar megmutatni, illetve hát, hogy a táncos, mint önmagát megmutatni kénytelen, jó értelembe véve, persze. Tetszik, nem tetszik, az alkotó munka egyik mércé a siker mindenképpen. És azt hiszem, hogy a te csapataidnak, korosztályoktól függetlenül ebben bőségesen van része. Beszéljünk a sikerekről az elmúlt időszakban. Igen, hál' Istennek volt elég sok siker. Ugye mi amatőr, én legalábbis amatőr képzésben veszek részt a művészeti iskolán kívül, és ugye amatőr táncversenyekre jelentkezünk, és én, illetve mi döntjük el, hogy milyen versenyen veszünk részt. Ugye attól függ, hogy milyen szinten vannak a gyerekek. Tudjuk, hogy kevésbé magas szinten van, akkor olyan versenyre visszük el, vagy ha magasabb szinten vannak a gyerekek, akkor egy szakmailag magasabb táncversenyre visszük el. Igen, fontos a gyerekeknek a visszajelzés, de mindig azt mondom, hogy nekem már az egy pozitív, hogyha kiáll a gyerek a színpadra, megmutatja magát, legyőzi a saját félelmeit. Ugye meg kell felelni a tanárnak, a szülőnek, a bíróknak, a csoporttársaknak, meg hát önmagának. És ez nagyon fontos a mai világban, hogy le tudja saját magát győzni, a félelmeit le tudja győzni, és mindig azt mondom, hogy nem baj, ha utolsók vagyunk. Megmertük mutatni magunkat, és ha jön az eredmény, az egy plusz pont. És persze mindig az ember úgy van vele, hogy hú, de jó lenne, ha ez a koreográfia most jó lenne, de soha nem tudjuk, hogy milyen az ellenfél. Az ellenfél mindig lehet jobb, mert rengeteg tánctanár, rengeteg képzés, és van, aki professzionálisabb szinten tanítja a gyerekeket, van, aki tényleg a tánc szeretetért tanítja a gyerekeket, és nekem ez sokkal fontosabb, hogy a tánc szeretetért tanuljunk meg táncolni, és ha úgy látjuk, akkor elvisszük versenyrőket, és nem az a fontos, hogy első a gyerek, vagy második. Egyetértek, hogy telnek a mindennapjaid? Húzósan. Igazából reggel 8-tól este 9-ig, és utána otthon folytatva, mivel művészeti iskolában tanítok, tehát ott elég sok feladat vár rám, tagozatvezetőként plusz feladatok, koreográfia készítés, felkészítése plusz van a gyerekeknek, UK-ra való felkészítés, érettségire való felkészítés. Általában ott vagyok az iskolában 3-ig, fél 4-ig, akkor 4:30-tól pedig a saját tánstúdiómban tevékenykedek, vagy órát tartok, vagy adminisztrálok, vagy koreográfiát készítek, és miután hazamegyek, akkor dolgozatot javítok, vagy éppen elmélyülök a következő anyagnak a megtanításában, vagy ötleteket gyűjtök, videókat nézek, tehát így tulajdonképpen akár mondhatnám hajnali 2-ig. Tehát kerek és teljes az életed. Igen. Egy fontos kérdés. Mit gondoltál akkor, amikor megkaptad az értesítést a Városházáról? Hát nem hittem el tulajdonképpen, mert nem tudtam róla. Tehát, hogy teljesen egy, most már nem tudom, hogy ki jelölt, tehát egy civil kezdeményezés, ennyit tudok az egészről, vannak sejtéseim, és először azt hittem, hogy ez most tényleg nekem szól? Most ez csak jelöltek, vagy tényleg megkaptam? Tehát, hogy többször el kellett olvasnom a levelet, hogy azt írták benne, hogy ezt én kaptam. És akkor így elgondolkodtam, hogy de hát én nem is tettem le itt se annyi mindent, mint más olyan emberek, akik magasabb beosztásban vannak, nagy rendezvényeket szerveznek, vagy bármi más. Tehát, hogy így jó helyre került. Meglepődtem. Na. És még egyszer gratulálok. Köszönöm minden szépen. Székesfehérvári nevében, és búcsúzzunk egy másik idézettel. Tőled, neked gyűjtöttem, ha a szíved csordultig telt, akkor már nem beszélsz, hanem énekelsz, és ha a szíved túlcsordul, akkor már nem énekelsz, hanem táncolsz. Köszönöm, hogy vagy nekünk.
további jó erőt, egészséget kívánok a munkádhoz, reggeltől estig, tehát ez már úgy is így lesz, amíg világ a világ, és köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, vendégem Tombor Tímea volt, az Alba Régia díj idei győztese. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!